szép áldással készültem, remélem. Remélem, hogy mindenkinek megfelel majd. Mivel a jó Istentől jön nyilván, hogy a javunkra fog válni mindenki. Az Úr legyen veletek! Ne félj ország, újjongj és örvendj, mert nagy dolgokat vitt végbe az Úr. Ne féljetek, ti állatai a földnek, mert sarjognak immár a puszta legelői. A fa megtermi gyümölcsét, a fügefa s a szőlő megadja termését. Sion fiai, ti is újjongjatok és örvendezzetek az Úrban, a ti istenetekben, mert megadta nektek az igazság esőjét, és korai meg késői esőt hullat rátok, mint egykor. És megtelnek a szérük gabonával, és árad a sajtókból a bor, meg az olaj. Ez az Isten igéje. Isten igéje. Nem tudom, mennyire örülünk az esőnek, de nyilván arra is szükségünk van, hogy bő termésünk legyen. Azt is tapasztaltuk a nyár folyamán, hogy mit jelent az, hogyha nincs eső. Így hát ez a szentírás rész az Ószövetségből, Joel könyvéből felhívja a figyelmünket arra, hogy Isten áldására is szükségünk van. Egyrészt a terméshez, másrészt pedig a mindennapi életünkhez. Az elmúlt években más-más szentírási részeket választottam, hol a szőlőtőről vettem a szentírási részeket. Talán a legkedvesebb mindannyiunk számára az a rész, amikor Jézus a vizet borrá változtatja. De vannak ilyen haszontalannak tűnő szentírási részek is, amelyek ezek esetleg az esőről szólnak. Az eső jelenti ebben az esetben is az ember számára az áldást. Könyörögjünk! Istenünk, te a világ kezdetétől fogva gondviseléseddel meghagytad, hogy a föld zöldellő füvet és mindenféle gyümölcsöt teremjen. Te magad adsz a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Add kérünk Szent Vince, Szent Orbán közbenjárására, szőlőkoszorunkra bőkezőséget, és áldásod szoksorassan termővé tegye földjeinket és mindannyiunkat, emberkéz munkája műveljel, s így gazdag termést hozzon, hogy néped adományaiddal eltelve, itt és mindörökké szüntelenül dicsérjem téged, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Mi atyánk, aki a mi Úrunk. Köszönöm szépen, és további szép napot kívánok, és jó szórakozást. Van még egy szentírási része, mert a borra vonatkozik, de azt majd jövőre felolvasom. Az is tetszeni fog.
hónappal a rendezvény előtt kezdtünk el próbálni a csőszpárokkal. Ugye általában a borfesztivál környékére összeáll a csőszpárok csapata, és augusztus legutolsó szombatján indult el a próba. Gyakorlatilag onnantól kezdve minden hétvégén általában legalább egy, de volt, hogy pénteken is és szombaton is próbáltunk. Nagyon jó kis csapattal készültünk, az egyesülettel, a Bokrosi Hagyományőrző Egyesület tagjaival és a családtagokkal kiegészülve. Hát én azt mondhatom, hogy közel 100-an dolgoztunk azért, hogy ez a rendezvény létre tudjon jönni. Sajnos az időjárás befolyásolta a délutáni lovaskocsis felvonulást, és azt a kínálást, amivel a faluban élők összefogva az utcákban, összeszerveződve kínálják a csőszpárokat, ahol a csőszpárok eljárják a táncukat, és ott pedig mindenféle finomsággal, süteményekkel és hát itókákkal megkínálják őket, ezért a táncért cserébe az ott élők. Sajnos az időjárás közbeszólt, ezt a kínálást ezt nem tudtuk megcsinálni, viszont a bokrosi óvodások műsorát és a bokrosi iskolások műsorát a templomban meg tudtuk tartani. Dr. Topsi Bálint plébános tartott egy szőlőkoszorú szentelést, egy pár gondolatot mondott ezekről a hagyományokról, a szőlőnek, a bornak a kötődéséhez, és gyakorlatilag utána a csőszpárok is eltáncolták a táncukat, különleges módon most ott a templomban. Utána, amikor ezt megnéztük, akkor utána átvonultunk a csőszpárokkal a Bokrosi Művelődési Ház udvarán felállított rendezvénysátorhoz, ahol fél héttől kezdtük el fogadni a vendégeket a szokásos csörögefánkkal, illetve most kivételesen az esőre és az időjárásra való tekintettel jófajta bokrosi pálinkát is kaptak a vendégek a beérkezésükkor az rendezvény területére. A húsfőzőmestereink Kis Dezsővel az élen készültek, három szürke marhát vágattattunk le, és ezeket a szürke marhákat főztük meg, gyakorlatilag 15 bográcsba főtt a szürke marha pörkölt, amit bokrosi burgonyával, főtt burgonyával és bokrosi vegyesvágott savanyúsággal kínáltunk a vendégeknek szabad szedésben. Miután a vacsorát elfogyasztották, a főzők táncával megindult a hagyományos csőszjáték. A csőszjátéknak ugye az a lényege, hogy a tánc tér fölé föl van függesztve egy közel 250 négyzetméteres háló, és arról szőlőágakkal a befonott hálóról lógnak a termények, amiket a bátor vendégek lopkodhatnak tánc közben. A becsületes tolvajokat a csőszlegények, csőszleányok elkapják, és megfizettetik a jegyzők asztalánál a lopott termények árát. Gyakorlatilag ez egy támogatói gyűjtés, amivel mindig a következő évi bálat, vagy ha a Jóisten és a vendégeink megsegítenek bennünket, akkor mindig valamilyen kiemelt jó ügyet támogatunk, és valamit megvalósítunk itt a kis környezetünkbe Bokroson. Ilyen volt 2019-ben a játszótér átadása, a bokrosi játszótér építése, amit az egyesületünk készített. Bokroson itt, amikor ez a kezdeményezés újra élet, akkor ez egy nagyszerű kezdeményezés volt, és én nagyon örülök annak, hogy létrejött az Hagyományőrző Egyesület, aki fölkarolta ezt a hagyományőrzést, tehát a bál megszervezését. Tehát nem csak a bálról beszélünk itt, hanem ugye maga a születi felvonulásról, mulatságról, hogy visszaidézzük azokat a régi időszakokat, amikor még valóban a szület ilyen össznépi jellegű munka volt. És én azt gondolom, hogy egy ilyen kezdeményezés, amikor a lakosság szinte lehet mondani, hogy apraja nagyja megmozdul, akkor ez nagyon fontos. Fontos a bokrosiaknak, és hát nagyon öröm az is, hogy itt a térségben lakóknak, élőknek szintén egy nagyon szép és nagyon jó rendezvény, produkció. És hát ha megnézzük az elmúlt éveket, mert most sajnos ma kicsit az eső ugye bele rondította az elképzelésünkbe. Természetesen az eső is nagyon kell, tehát ilyen szempontból nem azzal volt a gond, hanem talán pont az, hogy éppen ez a délutáni fölvonulás pont az esős időszakban esett. És hát az is bizonyítja, hogy amikor a felvonulás van, akkor az egész lakosság ennek valamilyen szinten részesévé válik.
és most ma ez elmaradt, de ugyanakkor mégsem maradt teljesen, mert a templomba az iskolások, óvodások, akik készültek erre a napra, erre a produkcióra, ők elő tudták ott adni, illetve azok, akik szoktak postoltatni az utcákon, amikor megy a fölvonulás és vannak ezek a megállók, azok az emberek is szintén elhozták oda a templomhoz azokat a süteményeket, italokat, és akkor ott szintén ugyanúgy lehetett kóstolni. Tehát mindenki, aki készült, én úgy gondolom, hogy igyekezett a közösbe ugyanúgy odaadni, és akkor a hangulatot emelni. Tehát, mint ahogy említettem, ez a közösségi élet, szervező élet, tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy építő jellegű program, és én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos volt eddig is, és hát én bízom benne, hogy ezután is nagyon fontos lesz.